Szász János Balázs Béla díjas, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, kiváló filmrendező, színházi rendező. Húrá. Hát és posztan sorolhatnám a Fassbinder díjat, Európai Filmdíjat és minden ilyesmit. Szerbusz, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Legutóbbi nagy dobásod a Nagy Füzet volt. De most dobsz majd más dolgokat is. És erőt ott eszembe, hogy te megszólaltál kicsikét a félelemről, mások félelméről is a Leuraltak nevében ebben a szombathelyi történetben Jordán Tamás színházigazgatói pályázatának elfogadása vagy meg nem tárgyalása ügyében. És közben végül is a film alappal meg mégiscsak együttműködsz. Ilyenkor az emberben nincs benne az a félsz, hogy na jó, most megszólalok, most én forgatok filmet, de legközelebb úgy rúgnak ki páros lábbal, hogy a lábam nem éri a földet, mert ellenség vagyok? Nem, ez a félelem egyáltalán nincs bennem. Nem azért, mert én olyan hihetetlen merész, meg ilyen, tehát, hogy... Bátor és vakmerő. Bátor és vakmerő lennék, de azért igyekszem, természetesen. De nincs ilyen, és nem is gondolom, hogy a kettő az összefügg ebben a rendszerben. Tehát abban a rendszerben, ahol mi filmeket csinálunk, nem hiszem, hogy megtanulnak ezt. Pedig engem pont azzal vádoltak az elején a regnálásának működésének, hogy voltak éppen azt szolgálja ki, amit kiszolgáltatnak vele. Ennél függetlenebbnek látszik? Hát nézd rá a filmekre, Egon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez ettől a dologtól teljesen független. Egy olyan igazolva van a filmek által, ezzel azt mondod? Igen. Hát én azt gondolom, hogy elképesztő filmek jönnek ki, és nem hiszem, hogyha én a Magyar Film Alapról jót merészelek mondani, a segnyalást, nem a bocsánat, ezért a nagyon csúnya szóért. Egyszerűen most láttam utoljára az Ildi filmét, az Enyedi Ildi filmét, Testről és Lélekről. Én azt láttam, hogy csodálatos film, és fantasztikus, merész, kísérletező, nagyvonalú. Ez azért jó, hogy például ezt most említed, mert vissza a közállapotainkra. Ugye Enyedi Ildikó miközben megkapta az aranymedvét, azon közben adott, hát nem pont azon közben, hanem mondjuk egy kicsit később egy interjút Berlinben, ahol elmondta, hogy ennek ő nagyon örül, annak, amilyenek a közállapotok Magyarországon, annak jóval kevésbé. Innentől kezdve ember nem beszélt a filmjéről, de erről a nyilatkozatáról szerintem az is értesült, aki az elmúlt 10 évben nem járt moziban. Milyen egyetértek az Ildikó minden szavával, amit Magyarországról mondott? Mert a közállapotaink milyenek? Hát szerintem rettenetesek. És szerintem az nagyon szép volt, amit az Ildi mondott, hogy miért kell nekem feltétlenül szeretni a miniszterelnöket. Tehát szerintem ez nekünk nem dolgunk, hogy a politikusainkat szeressük. És hát úgyis én azt gondolom, hogy a Tamásról fogsz kérdezni, és akkor én át is csatolok, ugye? Hát hiszen a Jordán játszik egyébként a Enyedi filmjében, és a csodálatos Borbé Alexandra pontosan azt nyilatkozta, hogy a Jordán Tamás, miután nem vették fel először a suliba, az egyetemre, a Jordán Tamás nyúlt utána, és hívta el a Nemzeti Színházba. Na most kérlek szépen, amikor én hazajöttem Amerikából, sokat dolgoztam ott, akkor én utánam is a Jordán Tamás nyúlt, és fölhívott a Tamás, akit én nagyon-nagyon szeretek, nagyon tisztelek. Utóbbi időben távol is kerültünk egymástól, de hát egy igazi barátomért beszélek. És fölhívott, hogy nem rendezném meg a Mester és Margaritát. És megrendeztem az ő Nemzeti Színházában, és én, mint rendező, az ő beosztottja voltam, ott rendeztem abban a színházban, hogy Jordán Tamás volt a vezető. És azt kell, hogy mondjam neked, ilyen színházban, elég sok színházban dolgoztam még, egy ilyen színházban, ahol egy ilyen vezető van, mint a Jordán, én nagyon-nagyon jól éreztem magam, én otthon éreztem magam, biztonságban éreztem magam, mindenki biztonságban érezte magát, igazi szakmai műhely volt. És egy olyan darabra hívott meg a Tamás, aminek az a fő mondata, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Mester és Margarita, ugye? És hát én is ezt tudnám mondani a hónatyáknak, vagy nem tudom pontosan, hogy kik azok, akik a Tamást nem engedik, hogy ezt a csodálatos színházat vezesse, hogy olvassák el a Mester és Margaritát, és nézzék meg Jesua szavait, meg egyáltalán mindenkinek azt ajánlom, hogy olvass el ezt a művet, és gondolkozzon el, hogy ő gyáva-e, illetve nem gyáva, hogy merész-e. Szerintem nem, szerintem gyávák. És nagyon csúnya dolog, amit csinálnak. Még egy dolgot, ha mondhatok így kérdés nélkül, hogy a Jordán Tamás, és minden pátosz nélkül szeretnék beszélni. És nem, természetesen elfogult vagyok, hiszen elképesztő, felháborító az egész, de azért annyit mondanék, hogy,
hogy a Jordán Tamás pályázata az mindennek eleget. Tehát egy teljesen szabályos pályázat, ami mindent teljesít. Ugye úgy, emberileg, szakmailag mindent teljesít. A másik pályázat, ami kikerült, bár nem a nyilvánosságnak szánt, a Dél András, az nem? Hát, hogy mindent teljesít-e? Azt én nem tudom. Azt nem olvastad? Én nem olvastam el a Dél András pályázatát, annyira felháborítónak tartottam azt az operett hajcihőt, amit a Dél András gyakorlatilag csinált a pályá, hogy a nyilvánosságra került egy pályázat. Én azt gondolom, minden pályázatnak a nyilvánosság előtt van a helye. Igen, de van lehetősége dönteni, hogy akarja a pályázat elbírálása előtt, vagy sem, és ha azt mondja, hogy nem, akkor az valóban nem elegáns. Igen, de Jordán Tamásnak egy világon semmi köze nincsen. De hát, nyilván ez egy másik helyzet, egy másról szóló helyzet, csak azért kérdeztem, mert hát ugye Dél András is pályatársad. Igen, én el fogom olvasni. Ha hazamegyek, első dolgom lesz, hogy el fogom olvasni Dél András pályázatát. Nem ismerem, nem akarok el. Én annyit tudok, hogy valakiket megemlített, akik nem is voltak igazán benne. Azt mondom, hogy ez a K2-ből csak két ember volt, és nem az egész csapat. Akikkel kapcsolatban azt mondják, hogy meglettek fenyegető, sőt, sok mindenkivel kapcsolatban terjesztik valakik, hogy Jordánhoz közeli emberek fenyegetőztek, hogy majd akkor valaki nem kap állást, majd akkor valaki nem rendez. Ez mennyire van jelen a szakmában? Ez a fajta fenyegetés különböző ügyek kapcsán, ez jelen van a szakmában? Ez egy ismert helyzet? De várják, azt mondták, hogy a Jordán Tamás megfenyegeti. Nem ő. Hanem Jordánhoz közeli? Igen. Hát ezek szerintem ezek azok a csúsztatások, amik nagyon nehezen megragadhatók. Ezek hazugságok. Én azt gondolom, ezek nem csúsztatások, ezek világos hazugságok. Én ismerem úgy a Jordán Tamás, mint azokat a kollégáit, akik dolgoznak együtt. Ők alapítottak egy színházat. Egyszerűen formailag lehetetlen, disznóság, törvénytelen és elképesztő, hogy ez történhet vele. És én azt gondolom, hogy miért történhet vele? Beszéljünk inkább akkor erről, én értem a felháborodásodat a helyzet miatt, de a miértet keressük meg. Mi a baj? Mi a baj Jordán Tamás színházával? Vagy vele? Szerintem ők nem is tudják az előadást, nem is látták az előadásukat, vagy ha látták, akkor lehet, hogy még titokban nagyon rajonganak is érte. Csak lehet, hogy valamit a Tamás elkövetett valami emberi mulasztást, hogy valakinek nem köszönt vissza, vagy valakinek mondott valamit, valaki nagyon-nagyon megsértődhetett. Én nem tudom pontosan ki, és nem is érdekel. Én gyalázatosnak tartom ezt a dolgot. A Jordán Tamás nem követhet el. Tehát olyat, hogy valakit megzsarolt, vagy valami ilyen buta... Ez az igazodási kényszer, ami bizonyos döntéseket áthat a kultúrában. Ez mennyire békjó a kultúrán, az alkotókon? Hát most békjó. Hát ott van egy színház, amit nem fognak engedni tovább működni. Elképzelhető az, hogy majd azt mondják, hogy akkor most még egy évig vezesse a színházat, jó. És akkor majd különböző vizsgálatokat rá fogunk küldeni, és tönkre fogjuk tenni. És hogy mondjam, hát nem biztos, hogy jó állapotban lesz ezután a Tamás. Tehát itt valami olyan bosszú hadjárat van, aminek én az okát nem tudom, ha tudnám, sem gondolom, hogy most kéne elmondani ebben a műsorban. De azt tudom, hogy nem törvényes. És te hogy vagy? Kicsit ellépve ettől egy utolsó gondolat erejéig? Én gyakorlatilag még van 29 másodpercem, ragyogóan. Befejeztem a filmemet, ragyogóan vagyok. Én nagyon-nagyon aggódom a Tamásért, és én arra kérem egyébként ezeket az urakat, hogy esetleg gondolják újra. Mert azért tudod, én szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy nem nehéz bocsánatot kérni. De szerintem az se nehéz, hogy egyszerűen revideálni valamit, és azt mondani, hogy Jordán Tamás mégiscsak még 5 évig vigye el ezt a színházat, hiszen mindent teljesített. És szégyeljék magukat, ha nem ezt teszik. Jordán Tamás volt vendége ennek a műsornak. Neked köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtam. Eperjes Károly, az a személy, akit Jordán Tamás megnevezett, mint ellenlábast ebben a történetben, Jordán Tamás Eperjes Károlyra találkozik majd itt az ATV-ben hétfőn este, úgyhogy majd kérem akkor is a figyelmüket, neked most köszönöm szépen ezt a beszélgetést, önöknek pedig ezt a mai estét. Töltsék kellemesen az este, hátra lévő részeit, jó éjszakát, holnap találkozunk, remélem.